Go, Shawnee, it's your birthday. Today is your day. Sziasztok! Sőt, már én is itt vagyok. Sziasztok, én magammal jöttem be. Sziasztok, meg voltunk komponálva. De igen, azért... mert hogy egy évesek lettünk. Happy, happy, happy birthday. I'm very glad you were born. Olyan nehéz szak van. Nem tudom. Bújj az asztal alá és nyomd ki. Erről beszéltem! Together! Happy birthday to you! Ha már születésnapunk van, akkor mi mással foglalkozhatnánk, mint saját magunkkal. Igen, saját. Nem, mint ha máskor nem magunkkal foglalkoznánk, hát, de hát ezt ti is tudjátok. Igen. De hát ez a mi kis életünk. Másokkal is foglalkozni. Így van. Más csajokkal. Na mindegy. Megint a nők, folyton csak a na jó, nők. Na jó, tehát szülinapunk. A titit nem adom. Nem csak a titit. Ez váratlan volt, azt nem tudom. Erre azért nem számítottam. Beütött a cukor a szülinapi tortából. Néha van, úgyhogy nem gondolja azt, hogy mi rejtőzik a másikba, és mi mindent tud előjönni. És a titit azért ez nem volt, ez nem volt kevés. De hát majd tévítek meg igazán. Igen. Pár szó kaptunk rölgögörcsöt. Mert itt voltunk Dubajba, és be. Vagyis hát itt voltunk Hongkongba. Itt vagyunk a konyhába. Aki nyitja, zárja az ajtót. Most már fél! Szerintem kihívják a rendőrök. Én konyhám, én szabályaim. Ne! Nem gondoltam igazán azt, hogy ez tetszeni fog, tehát hogy ezt szívesen csinálom, és hogy ennyire belemerül, mert akkor először csináltuk ezt a filmet, akkor úgy gondoltuk, hogy egy picit megpróbáljuk. Így van. De most úgy érzem, hogy hosszabb távra megtaláltuk azt az elfoglaltságot, amit hát, ami ugye kellemes is, jól is érzed magad, szívesen is csinálod. Ez egy szellemjárta kastély. Hát nem látok. Mi történt, édesem? Elég lesz. Be van zárt. Elmeséled, mit van? Megbotlott a szellem. A szellemek ugyanúgy megbotlanak néha. Hát azért kezdtük el, hogy magunkat szórakoztassunk. Igazából magunkat szórakoztatjuk a legjobban. De nagyon örülünk, hogy titeket is szórakoztatjuk. Reméljük, hogy ezáltal, amit megpróbál, nem is az, hogy megpróbál, mi egész egyszerűen ilyenek vagyunk az életben is, amikor nincs itt a kamera, vagy nincs megnyomva a gomb, akkor is hasonlóan viselkedünk, és hasonlóan reagálunk egymásra, semennyivel nem más kép viselkedünk. Többet malackodik! Így is, hát vagy. Nem hiszem, hogy most azért nem ettem még rá magamat, azért nincs folyt az ingere, mert még nem ettem, vagy nem ittam. Majd, hogyha igen, akkor lesz. Most ez komolyan mondod? Komolyan mondod? Itt ennyi emberőt kinyaljam? Ugyanúgy, mint egy gyerek, azt gondolom, hogy ez alatt az egy év alatt rengeteget változtunk és fejlődtünk. Mert hova jutottunk? A konyhától. Tehát egészen eljutottál a motivációig. Igen. Amit szerintem álmodban nem gondoltál volna. Álmodban nem gondoltam volna. Valóban, hogy én hát olyan csinálok, hogy motiválni próbálok, de ez valójában, tehát nem gondoltam, hogy bennem van. Nem gondoltam, hogy bennem van az, hogy szeretnék valamit átadni. De amikor megéreztem annak az ízét, hogy ez jó, hogy átadni valamit, mert a legjobb dolog egyébként adni. Erre építkezel, a bukásodra is építkezesz, megbuktál, most utcára kerültél, jó, akkor építkezél erre. Jó érzés az, hogy adhatok, pláne, hogyha tényleg valamikor úgy érzem, hogy van is értelme. Ezért próbáltuk ezt a motivációt, de sok minden más is megpróbáltunk. Persze, ugye utaztunk, tettünk, vettünk. Mondjuk utazni, máskor is utazunk. Igen. Sokszor van olyan utazás, ez az egy év alatt is, ahova nem vittünk el veleteket. Azért, mert szeretünk néha úgy éreztük, hogy ennélkül is, csak magunk akarunk lenni. Jöjjön be! Hadd jöjjön be ott! Jöjjön be! 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 Jöjjön
Azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben közel 5 millió megtekintésnél tartunk, amit nagyon köszönünk nektek, és rengeteg olyan felvételünk van, amit nem osztottunk meg veletek. Ennek elsősorban az az oka, hogy nem nyomtuk meg a piros gombot. Hát van. Tehát annyira sok mindent rögzítettünk fejben, de hát kezdők vagyunk, tehát szerintem ami hibát el lehet követni, azt mindent elkövettünk. Nem, hát ez nagyon aranyos, hogy tudni, hogy ez több eszám mondja, de ez 99,9%-ban, vagy 100%-ban én voltam, tehát 100%-ban én nem nyomtam meg a gombot, és olyankor nagyon jó jelenetek voltak, csak nem nyitottam meg a gombot, és akkor abból nem lett semmi, tehát ezt nem tudjuk nektek megmutatni. Majd nem megy. Ja? Dehogy nem, de megy. Mondjuk azt kérdezném meg, hogy melyik film, hány film van 25-50 vagy 30, nem tudom. Nem tudom, majd megnézem, hogy majd kírja, Titti lehet, hogy tudjátok, majd mondjátok. Sok! Szóval ebből a sok filmből neked melyik volt, ami a szívet az a legközelebb? Mi a kedvenc filmed? Nem tudom megmondani, hogy mi a kedvenc filmem. Nagyon sok kedvencem van. Igazániból én leginkább az alkotás folyamatát szeretem. Amiket nagyon szerettem... Ezt a tévét, hogy menjen fel mögöttünk, ezt ő találta ki. De én szeretettem be a mozgatható tévét. Tehát én is benne vagyok. Tehát az, hogy a tévé elmegy és nincs. Nem szeretem az, hogy például a tévé, az kint van mindig. Az, amikor nem akarom látni, akkor legyen mögött egy kép, és csak azt lássak. És az utazásoknál is nagyon sokszor úgy volt, hogy elhatároztuk, hogy miről akarunk forgatni, és a kék helyett konkrétan a zöldet forgattunk, tehát egészen máshová jutottunk. Ilyen volt például London, amit én imádtam, amikor az Eriket megtaláltuk és meglátogattuk. Tényleg konkrétan beesett valaki az ajtón, gyerekek, egy hölgy. És erre továbbra is készülünk, tehát a következő utazásnál is szeretnénk a helyi magyarokat megkeresni. Igen, amikor egyébként ennél az Erikes filmnél, ugye nagyon sokan, vagyis lehet jó pár olyan kommentet olvastam, most lehet, hogy ennek nincs lehetősége, hogy lehet az, ez biztos előre meg volt szervezve. Igen, előre meg volt szervezve, csak én nem tudtam. Hát valóban ő megszervezte és lebeszélte az Erikkel, de én olyan voltam, mint egy bár, mint ti. Olyan bárba kerültünk be, amire egyébként azt mondják, hogy London egyik legjobb bárja, ami a magyar emberé. Ez ugye, hogy egy libavőrös lett az egyszerűen nem akarod elhinni. De ha már a kommentekről beszéltél, nagyon köszönjük azt a rengeteg kedves, aranyos, pozitív kommentet. Természetesen kapunk negatív kommenteket is, de nem túl nagy számban. Nem baj ez, persze. Plusz hát szerintem az életem eddig kedvenc negatív kommentje volt, amit nagyon-nagyon szeretnék bekeretezni, és ki fogom nyomtatni, amikor valaki úgy érezte, hogy egy nőnek a lelkébe fog betalálni, és azt írta, hogy te egy rohadt dagad picsa vagy. Igen, na minden esetre, hát most minden legutoljára, ami negatív komment, most az ezelőtti videó, a Schobertes ugye a videóban, ugye írja valaki, hogy jó, hogy nem tudja, hogy három vagy négy felesége volt, pontosan tudom, hogy hány feleségem volt, egyrészt azért, én bágok is, tehát kivághattam volna, azért hagytam benne, mert valóban három feleségem volt, akivel éltem, de volt egy negyedik is, akit papíron elvettem, tehát igazából papíron négy feleségem volt, tehát itt innét jön az, hogy az ember nem tudta, hogy most három van, mert három volt, akivel éltem, és aki valós, de volt egy negyedik is, akit papíron egész egyszerűen egy lakásért vettem feleségül, azért, hogy az önkormányzati lakás főbéleti jogát át lehessen írni, és ott is ugyanúgy volt házasság, kötés, minden, majd elválás is. Tehát de azért mesélj egy kicsit erről az asszonykáról. Házasságkötő teremben előtte bejelentkező, megkérdezték is, hogy kinek mi a foglalkozása, színművész, és neki villanyszerelő. Cseppelmos és filmövekben, hát ő volt a lakástulajdonos. De egyébként egy helyes fiatal nő volt. Házasság szintekről, látjátok, hát, és mégis együtt vagyunk majdnem 21 éve. Majdnem, igen. Na márciusban 21 lesz. Igen, most már egy ilyen gyilkosság, én már szabadítom. A 25-ig a maximumot kapnak. De mondd el, mi volt a te kedvenc filmed, és utána én is megmondom. BB. Nekem mind a 50 vagy nem tudom, 60 mennyi van, kiír alul, az mind kedvencem, sőt, tehát vannak olyanok, amik soha nem kerültek bemutatásra, pedig azokat is nagyon szeretem, mert egész egyszerűen nálunk úgy van, mint egy ilyen nagy tévétársaságban, hogy vezetőségben, vezérigazgatóságban, és azok meg mi vagyunk szintén, és van meg úgy, hogy 50-50 százalékban, úgyhogy 51-et Tünde, 49 az én szabadatom, úgy dönt a Tünde, hogy nem lehet leadni, mert nem elég jó. Tehát ilyen például nem régen volt ugye Marokkóban olyan filmünk, amiket én fölvettem, meg is vágtam, meg is csináltam, és nem engedte, hogy leadjuk, tehát nem került beadásra. Marokkóban arról a városról forgatott film, ahol forgatták a Trónok harcát, ahol forgatták a
Gladiátort, egy csomó filmet forgattak, és ott azt megjártuk azt a várost, és ott találkoztunk szódási megtalpú idegenvezetővel is, és ez nem volt rossz film, de nem volt. Megtaláltuk azt a pontot, ahol Daenerys ugye leállt, és tanakodott, hogy bemenjen a Pentosba, a városba, abba a város, a harmadik évadba. Jemot Glaive Zori! Kézo Tubi! Jemot Daivri Depan! Itt vagyok én, Daenerys, és felszabadítom Árpádot a rabszolgaság alól. Már megérte eljönni a gyerekek. Ha tényleg fel vagyok szabadítva, és szabad vagyok, akkor 18 és 20 év között nyugodtan jelentkezetek. Várom a jelentkezést. Jó! Na, hogy amíg lement, azok közül mi tetszett nekem a legjobb, mi az én kedvenc filmem? Talán a Tibet. Tehát igazából a Tibet azért, mert talán ilyen érzelmi szálak kötöttek oda. Hogy a két öreg már az utolsó pillanatban már még akkor is csinál műsor, amikor már föl van kötve a palackra. Én, ha jobban meggondolom, hogy nekem mégis mi volt a kedvenc filmem, na, akkor nekem, ami legközelebb állt hozzám, az az első főzésünk volt. Én nem akarom őket túl főzni, vagy sütni. Ez belobbant. Itt a tál, hozott rá. Leégett az előbb a karó, az összes szőr leégett róla. Legalább nem kell leszedni. Szőrtelni tettem. Kicsit disznókörköny szaga. És egy olyan film, ami nem a mi csatornákra került, hanem a Daniéra, amikor Danit tanítottam főzni. Egymás ellen fogunk főzni, és meglátjuk, hogy a tanár vagy a tanítvány fog nyerni. Ami biztos, hogy továbbra is szeretnénk megőrizni ezt a nagyon jó kis helyes közösséget, akik vagytok. Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy legalábbis én, hogyha magam nevében nyilatkozatok, aztán hogy talán csatlakozik a Tünde is, hogy a mi közönségünk az egy nagyon komoly intelligencia szinten levő közönség. Tehát olyan közönségünk van, akik érzelmileg is, értelmileg is, szellemileg is messze az átlag fölött vannak, és ez azért nagyon ritka. Most belerúgtunk a többi youtuberben. Hát valóban azért ritka, mert azért általában ez nem jellemző a YouTube csatornákra se, és a YouTube közönségre sem jellemző, inkább a másik véglet, tehát mi valahol egy véglet vagyunk, és ezt nagyon szeretjük, ezt nagyon szívesen megőrizném, ezt nem baj, hogyha nem leszünk soha milliósak vagy félmilliósak, pontosan, hanem inkább jobb minőségűek legyünk, és ezt a jobb minőséget ezt egyértelműen lehet érezni. Tehát ez 100%-osan itt van a kommentekben is, a visszajelzésekben is, amikor az utcán találkozunk. Tehát nagyon-nagyon kifinomult, érzékeny lelkű és értelmes közönségünk van. Just remember, you're amazing, just the way you are. És nagyon köszönjük azt a rengeteg jót és kedvességet, amit tőletek kaptunk. És továbbra is szeretnénk, hogyha beleavatkoznátok a csatorna ügyes-bajos dolgaiba. Ugyanis de mindenki azt mondja, hogy kötelező lenne tematikusnak lenni itt a YouTube-on, de miután mi ilyen outsiderek vagyunk, mi ezen, erre nem vagyunk hajlandóak. Tehát hát továbbra is arra fog szólni a dolog, amit mi akarunk. Autóval foglalkozunk, valamikor főzés, valamikor utazás, hogyha utazunk. Tehát ami a mi életünk, ami mi nekünk akkor éppen a gondolkodásunk középpontjában van. Amikor van valami a gondolkodásunk középpontjában, és véleményezhetünk, mint az előző videókról, az is el fogjuk mondani a véleményünket. De hát most már, mint ahogy tudjuk, ugye most már igazából youtubereknek vagyunk nevezhetők. Igen, képzeljétek el, Dani fiunktól megtudtuk, hogy miután elhagytuk a 45 ezret, és ezt nagyon szépen köszönjük nektek, mert amikor elkezdtük, nem tudom, nem volt kitűzött célunk? Nem. Nem, egyszer úgy kezdtük el, hogy lesz, ami lesz, maximum csak a család nézi. Minden esetre, miután elértük ezt a számot, tehát úgy érezzük, hogy nagyon komoly rang ez, és akkor nekünk is... Nem, hát youtuberek lettünk, YouTube-ek, tehát az már felelősség. Akkor hirdetőket kell hát találnunk, ugye? Persze, nem tudom. Találtunk egy szponzort, egy hirdetőt. Aki mostantól... De várjál, van egy kutyaszőr rajta. Nem baj, azt nem látják. Aki mostantól fogja szponzorálni ez a
pálinka, hát... Nem mondjuk ki, mert az alkoholos letítsák. Hát ez az, itt, ez az ital, amit úgy hívnak, hogy Árpikum, a tulajdonosa én mondjuk, fogja szponzorálni ezt a YouTube csatornát. Igen, hát szóval ez... Nem, nehogy már mi is YouTuberek legyünk, és nincsen nekünk izénk reklámunk, hirdetésünk, úgyhogy ezt itt megoldjuk házilag. Soha nem jöhetett volna ez a csatorna létre, ha nincs az Árpikum. Pontot. Ne, figyelj, leteszed, nem jó, hát most fektessük itt el. Figyelj, itt el kell fektetni, így, hogy alul lássak. Itt fut alul, tudjátok, a reklám, az nagyon fontos. Szóval az az igazság, hogy az elmúlt nem, egy évben, sajnos nincs elmúlt 8 évünk, csak elmúlt egy év, jól látszik, hogy a szponzor, figyeljetek, ide koncentrálj. Tehát az elmúlt egy évünk nem működhetett volna az Árpikum nélkül. Árpikum nélkül, vagy az Árpika nélkül, de minden Árpikum is nagyon jó. És a tünde tipje is, hát az én bőröm nem így nézne ki, hogyha nem lenne nekünk az Árpikum. Igen. Na de és a motiváció? Motiválni nem lehetne Árpikum nélkül. Úgyhogy nagyon fontos. Tehát most, hogy ekkora YouTuberek lettünk, hogy ilyen hatalmas szponzorunk van és hirdetőnk van, azért is, mostantól nagyon fontos, hogy a megfelelő témába mindig beleszőjük azt, hogy kinek köszönhetjük. Pontosan. Tehát ne lepődjetek meg. Az utazásainkat is az Árpikum szponzorálja, mert sehová nem megyünk anélkül, hogy mindezt a bőrünkbe belepakolnánk. Hogyha kiömlik, az nagyon nagy baj. De hát az autózás. Autózás, igen. Az autózás, hogy megy Árpikum? Visszük magunkkal, hát meg tudom, ezt kitaláljuk. Hogy fogjuk ezt belecsempészni az autós videóba, gyerekek? Nagyon nehéz ám egy YouTuber életem. Alkoholmentes Árpikum is. Hát persze. Persze. Hol? Csinálok, ez nem probléma. Beindult mögöttem ez a zseniális! Ezt hogy szerettem, ezt a forgatást, gyerekek? És ezt a libásat? Alig néztél, 10 000 néha alig néztél. Amit az alatt a forgatás alatt rögtünk, szerintem ez volt az a forgatás, amit a legtöbbet rögtünk. Teljesen mindegy, így is magamhoz nyúlok és... Magához nyúl. Ebben az Árpi olyan szinten elszállt. És menet közben jöttek ezek az őrültségek, tehát ez például egy nagyon aranyos kedvenc videónk volt. A libás paraszt lázadás. Most már én meg fogom sütni, és szépen megsütöm. Kizökkentettél? Ez nem a tiéd, a volt. Ez most az enyém. Igen, a mackó úr. Na, hát próbálj meg elszakadni tőle, mert a szponzorunk nem fog fizetni. Szerintem nem rossz az, hogy nincs igazi szponzor, mert azért ezzel nagyon sokat kell foglalkozni. Tehát szerintem ti is sokkal szívesebben nézitek azokat a videókat, ahol nem lóg ki a lólám, így mint ahogy most nálunk az Árpikum. Mondjad, valójában tényleg nincs szponzor, mint ahogy nálunk sincs valójában. Nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, mert tényleg a tűtől a repülőig, az autós videótól, az utazáson keresztül, a főzésen át a motivációig, annyi mindennel foglalkozunk, igen, hogy mi az, ami nektek a legkülönlegesebb. Nem soknak, nem egy túl sok rétű ez. Tehát egy picit segítsetek szűkíteni nekünk a kört. De lehet, hogy nem kell szűkíteni, lehet, hogy azt mondják, hogy jó ez, hogy van benne ez is, az is, de ugye általában kicsit tematikusabbak a másik csatornák. Tehát. De minket eddig se zavartak a másik csatornák, mi se zavarjuk őket szerintem. Úgyhogy, de a ti véleményetekre kíváncsiak vagyunk. A másik csatornák véleményére nem vagyunk kíváncsiak. Persze, bocsánat, elnézést mindenkitől. De mindemellett, amit még szeretnék tőletek kérni, hogy miután folyton jönnek a kérdések, úgy gondoltuk, hogy megint itt az ideje, hogy csináljunk egy kérdezfelelek videót. Ja, hogy jó. Honnan van a lóvé, már elmondtuk. Tehát aki azt kérdezni, az lapozzon vissza. De kérdezfeleleket szeretnénk a következőben, tehát várjuk a kérdéseket, hol várjuk a kérdéseket, itt kommentben? Itt várjuk kommentben a kérdéseiteket, és nagyon szívesen válaszolunk a kérdéseitekre. A következő. Így van, ez egy ilyen olcsó megúszós videó, pedig jól fizet a szponzor. Igen. Ja, és influencerek is vagyunk, várjatok már, hoppá! Az ugyanaz. Nem, az nem ugyanaz. YouTuberek az influencer. De tényleg, de figyelj, hát mi nem is az YouTuberek voltunk előtte is, de influencerek vagyunk. Ja, tehát akkor rosszul mondtuk, tehát a 45 ezerre influencerek lettünk. Így van. Nem YouTube... Fordítva van. Nem. YouTuberek vagyunk, az biztos, de hogy 45 ezer több influencerek vagyunk. Ja, befolyásoljuk a népet. Az a következő rang, értem.
Hát, akkor még jobb. Ugye? Tehát gyakorlatilag akkor várjuk a kérdéseiteket, várjuk a véleményeteket az eddigi egy évről, hogy tényleg jó volt ez az út, hogy változtassunk-e rajta valamit. Egy nagyon fontos dolgot majdnem elfelejtettünk elmondani. Ugye Árpi olvasódiákba ment át az utóbbi időben, tehát most egy rövid ideig nem lesz minden szombaton videó. Tehát ez nagyon fontos szolgálati közlemény. Várjál, hírolvasóba menjünk át. Igen, tehát szombaton... Kedves nézőink! Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a Polgárnet adásait az elkövetkezendőkben kicsit szűkített mennyiségben fogják érzékelni a YouTube csatornán. Tehát szombaton nem lesz adás. Nem, mindig. Legalábbis egy másfél hónapig rendkívül sok a motivációval ez a 2000, most már 2400-at súrolja e-mail, amit fel kell dolgozni, és hát emiatt. Igen. Szóval... van mivel dolgoznunk. A kérdezfelelek videóhoz várjuk a válaszait. Válaszokat. Szóval küldjétek el egyben a választ is. Ennyi, kész, vége, okay. Kakuk. Sziasztok! Ilyen a profizmus. Csináljunk egy elköszönést innen még egyszer. Szóval várjuk a válaszaitokat. Na jó, akkor csináljunk most tégedet. Igen. Tehát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Várjuk a kérdéseiteket. A kérdezfelelek videóhoz. Tartsátok szárazon addig is a puskaport, kezeket a paplan fölé, jó éjszakát, sziasztok! És én az Árpikum! Én az Árpikum! Ki maradt a szponzor? Így van. Sziasztok! És iratkozzatok fel az én csatornámra, ami Polgár Dániel. És megijesztem szellemként. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!